vigyáznak, Antal uram! Jó napot kívánok! Én azt mered meg, követeként állok. Mai nap, alig, hogy megvilladt a reggel, összegyűltünk szép, számos seregemmel. Nagy nap ez a mai, járjunk a végére, mulassunk egyet az ifjú pár örömére. Kedves vendégeim, én csak azt csodálom, hogy a kért jöttünk, azt sehol se láttam. Oda benn maradtán, én majd ki is hozom. Kárba ne veszem az én nagy fáradtságom. Mennyasszony, asszonyom, jöjjön ki, kéretném a mi vendégeink nagy fáradtságáért. Előbb elkísérjük az Isten házában, és ott összekötjük a hitnek láncával. Hogy tartós örömben, vidám boldogságban, éljen, mint halálig, élete párjával. Adják ki hát kérem, Antal uram, legyenek szívesek, sietős az utam, hamar végezhessek. Adják ki a mátkát, harmadszor is kérem, várja a vőlegény nagy türelmetlenséggel. Szánják már meg szegényt, hogy ő ne szenvedjen, és hogy a mennyasszonyt mielőtt karjára vehesse. Na, Antal uram, öröm adta. Jó helyen vagyunk, van magának eladójánya. Kettő van, hát mi csak egyet várunk, de hozzá. Nem jó kezdődik. Na-na! Kis angyalom, hát maga is jár. Na, főhez akar menni? Annyira? Jó van. Van, minden este van. Állása is, nyugdíja vagy fizetése? Nem rosszul hangzik. Na, megnézzük kacskai a lába. Nézzenek szét, keressenek, itt a vásznép, itt a bőlegény, mert azt mondja, hogy ő is jöhet, de nem most. Nézzenek szét, Antal uram, de fordulunk. Na, megint hoznak valakit. Gondolkozni, de most már komolyan. Lánynak lány. Az biztos. Eladónak eladó. Az is biztos. A haja igazi. Igazi. Hát a jegyadás. Igazi volt. Ez volt az, akinek jegyet adtál. Megtaláltuk a kér jöttünk, el kell! Thank you.
Ettől a hajléktól. Most, midőn elválok a szülői háztól. Hallgassatok hát el muzsikák, hegedűk, szomorú a szívem, hogy nagyon elgyengült. Mennyasszonyunk is egyképpen szólana, ha szívérzelmétől szólani tudna. Helyette búcsú szavakat hozzátok én intézek. Amíg búcsú beszédben mondom, leán figyeljetek. Először, édesapám, te hozzád fordulok, búcsúzó beszédem zokogva indítom. Szívemet szíveddel együlé szorítom, s így valamennyire szívünket újítom. Mert összefort lelkem a te jó szíveddel. Áldjon meg az Isten, mert felneveltél ebben. Hát hozzád hogyan szóljak, kedves édesanyám? Ki voltál ez idáig gondviselő dajkán? Tudom, fáj anyai szívednek,
Most, hogy elvárását látod gyermekednek. Kedves édesanyám, tudom, hogy szerettél. Mint gyönge virágot ápoltál, neveltél, a jóra tanítottál, a rosszul intettél. És most engem mégis szárnyamra eresztél. Azért, édesanyám, ne elnézd magadat, bocsáss el engemet, mint kedves leányodat. Most már kedves szüleidnek add a kezedet, fordulj el hozzájuk, és csókold meg őket. Thank you.
Tisztelt vendégség, nagyon nagy szeretettel fogadtuk ezt a műsort, és nagyon sokat készültünk rá, hogy ezzel a vidékről is be tudjuk mutatni lakodalmi szokásokat. Remélhetőleg mindenkinek tetszett, és mindenki nevében, a földesiek nevében, a Kárpát-medencei lőfélyek találkozója nevében szeretnénk átadni egy-egy palacbort jelképesen, és természetesen a káposztás, lakodalmas fazekat, és sokat főzzetek a lakodalmára a káposztákat, és sokat legyetek együtt, és sokat használjátok együtt a lakodalmas ételeket. Köszönjük szépen, és csak tényleg néhány mondatot, hogy a szervezés legyenek további csúszásban, meg az én légzésem is jobban helyreállva beszélek. Tehát köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt lehetünk, hogy Gyönyörű Zsiga minket erre a nagyon jól szervezett, színvonalas rendezvényre meghívott, nagyon jó hangulatú, nagyon jó a közönség, jók a táncosok, jók a többi csoportok, a bőfélyek. Tehát nagyon örültünk, először voltunk, de jövünk legközelebb is. Köszönjük! Köszönjük szépen is! Nem csak én hívtam meg őket, hanem a földesiek és a bőfélyek is.